A 6-os úton Paks és Dunaszentgyörgy között táblajelzi a vadveszélyt. Ide vonultak ki a rendőrei, de ezúttal nem bírságolni, ellenőrizni, hanem vadsípot osztani a megelőzés érdekében. A vad balesetek által frekventált helyek Paks környékén a becsatlakozó utak, de a legtöbb a 6-os úton történik. Ezeken a területeken érdemes az esti szürkületi órákban figyelmesen mérsékelt sebességgel vezetni az utakon. Tavaly 50 sérüléses balesetből 25, tehát több mint a fele a 6-os úton történt, és abból is 14 ezen az érintett útszakaszon, úgyhogy itt tényleg jellemző a vadaknak a vonulási útvonala. Több autót is megállítottak az akció alatt. Sajnos nekem is és a férjemnek is volt már vad balesettel kapcsolatban tapasztalatunk. Nekem szerencsére egy kisebb, és igazából mind a két balesetet megúsztuk egy kisebb autó fényezéssel, illetve lökhárító cserével. A legtöbb esetben a hűtőrács közé rakható be a szerkezet, mely elriasztja a vadat, ezáltal megelőzhetjük a baleseteket.